A nemrégiben a Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett publicista az itteni hallgatóság elvárásainak megfelelően nem rejtette véka alá véleményét. A tőle megszokott szókimondó, szabadszájú stílusban, sajátos humorával fűszerezve járta körbe a migráció és a népszavazás kérdéskörét. Bayer szerint az ellenzék félrevezetve és tudatlannak nézve a magyar lakosságot azt hajtogatja, hogy nem létezik kötelező kvóta. Az újságíró felidézte, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt az Európai Tanács egy olyan határozatot hozott, miszerint az Unió önkéntes kvóta szerint fogad be migránsokat. Majd ezzel szemben az Európai Bizottság pedig arról döntött, hogy az EU-ba felső határ nélkül beengedett migránsokat már egy kötelező kvóta alapján osszák szét a tagállamok között. Az Európai Tanács döntött valamiről, és ezt a bizottság, meg Schulze, meg az Európai Parlament megpróbálja jogi trükkökkel felülírni, és egy teljesen más dolgot letuszkolni Európa dolgát. Itt tartunk ma. És amikor önöknek azt hazudják, hogy nincs is kötelező kvótáról szándék és döntés az Unióban, az egy szemenszedett, penetráns hazugság. Ugyanis van. Vajon miért most indult el a migráns hullám, kinek az érdekében áll az idehívásuk, és ki pénzeli őket? Tette fel egymás után az elgondolkodtató kérdéseket Bayer. A publicista szerint nem véletlen, hogy ezek az emberek egyszerre indultak meg Európa felé. Szervezetten folyik behívásuk és pénzelésük is. A háborús övezeteken túl például Egyiptomban és Afrikában több millióan állnak készen arra, hogy akár a mai napon meginduljanak a jobb megélhetés reményében. Fejtette ki Bayer. Az újságíró kiemelte, ma már egyre többen értenek egyet a magyar törekvésekkel, és követendő példának tartják a kormány lépéseit. Mint mondta nemrégiben a német kancellár, Angela Merkel is belátta a hibáit, és azt nyilatkozta, hogy visszaforgatná az időkerekét, ha ezt megtehetné. A polgári szalon vendége emellett leszögezte, Ausztria csatlakozna a visegrádi négyekhez, de a franciák sem annyira bevándorláspártiak már. Nézzük meg! A bécsi főpályaudvar, vagy a müncheni főpályaudvar, vagy a párizsi főpályaudvar környék. Nézzék meg, hogy most mi van. Nincs többé az az Európa, ami a mi álmainkban élt oly sok évtizeden keresztül. Megszűnt. Én ma bármelyiküket elviszem Párizsba úgy sétálni, hogy 24 órán keresztül garantálom, hogy egy fehér ember nem fog szemlélni. Bayer előadását azzal az üzenettel zárta, ha most nem teszünk semmit annak érdekében, hogy az országunkat így adhassuk át gyermekeinknek, unokáinknak, akkor bekövetkezik az, ami most Európa nagy részében zajlik. Bayer Zsolttal stábunk hosszabb interjút is készített, melyet híradónk után 18 óra 15 perctől láthatnak. Majd ezt követően a makói polgári szalonban tartott előadásának részleteit nézhetik meg.